Aj, srácok, sziasztok, én kis segítünk egy újabb videóban. Igaz a helyzet, hogy nem vagyok túl boldog, mert Donira ráértem 3 napja. Folyamatosan irogatok neki, és nem ért vissza. És már lassan kezd elfogyni a húsom, már csak 31 steakem maradt, és nem merem megnézni a telefont, hogy most visszaért, mert egy, nem tudom, egy ilyen 20 perce írtam neki, és azóta itt körözök, hogy vajon visszaértem, mert erre várok, és nem hallottam, hogy pittyent volna, de azért nézzük meg. Srácok, szurkoljatok, mert nem tudom, hogy hol lehet Dani, hogy most mi történt vele. Van házam. Ja, nem. Ez ilyen üres ház. Hol van? Ott van, ott van, ott van. Könyörgöm, válaszoljon. Benne hagytam a ládába direkt. Szurkoljatok, srácok, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, hogyha ti is akarjátok, hogy visszaírjon. Nem ért vissza. De mi? De hol lehet? Jó, ez nem érek, én megyek ki az utcára, srácok. Írjátok a kommentbe, hogy szerintetek hol van. Dani, hol vagy? Halló? Hallasz engem? De nem tudom, hogy hol lehet, mert telefonja általában mindig nála van. Dani? Halló? Az mi ott? Nem tudom. Hotelben? Nem, ő sose jár hotelbe. Hát a hentes üzletben se hiszem, hogy 3 napig lennél. Nem tudom, ott egy híd, esetleg átmenjek a hídon? Vagy megpróbálj megcsörgetni, várjátok, itt van valami. Dani, itt vagy? Ez mi? Ez sok dörögi. Dani, ez mi? Itt indás, minden jó, ide inkább nem megyek be. Dani, te vagy az? Dani, te vagy az? Dani? Te vagy az? Mi az? Ki az? Mi? Te mit keresel itt? 3 napja nem bírnak elérni telefonon. Mit keresel itt? Ki is te vagy az? Igen. Nem tudom. Halálra aggódtam magam. Nem tudom, hogy kerültem ide. De most... Rám támadtak és bezártak ide. Mi? Nem tudom. Nem tudom, mindegy, gyere ki gyorsan, opa. De mióta ülsz itt bent, vagy nem tudom, 3 napja írogatok nekem, és nem válaszoltál semmit. Nem tudom, fogalmam sincsen. Nem emlékszek rá. És most mit csináljunk? Vagy ki volt a rabló, vagy valahogy el kéne őket kapni, mert ez nem fog sem. Nem tudom, fogalmam sincsen, nem tudom, bejöttem ebbe a sikátorba. Nem tudom, miért jöttem úgy egyáltalán ide, de azt tudom, hogy ellopták a telefonomat. A telefonodat? Aha. Még sokra nem megyünk, mert nem válaszoltak vissza a Facebookon. Nincsen valami, nem tudom, valami ruhaszín, amit tudsz esetleg. Nem tudom, fogalmam sincsen. Nem emlékszek semmire, már 3 napja itt vagyok bezárva. És legalább adtak enni? Hát igazából abból volt nálam kaja, szóval ez úgy még így király. Jó, mindegy, adok azért még most az egyszer. Ja, köszi. Amúgy nem tudom, hogy mennyire fontos, hogy visszaszerezzük a telefonomat, de amúgy nekem van hozzá ilyen GPS cuccom. GPS-ed? És aha. Az valós időben mutatja, vagy így néha? Hát elvileg... Aha, amúgy nincs is olyan messze, ott az X. Látom, hogy hova kell menni. De várjál, a rabló... azok lopták el a telefonodat, akik ide berángattak és bezártak? Hát igen, nyilvánvalóan, mert ki más lopta volna, de hát szerinted. De akkor azt is tudjuk, hol vannak a rablók, Dani. Hát, jó, jogos, igen. Na, akkor szerintem most megyünk és elkapjuk őket, ugye? Hát, ja, igazából jó lenne. Mennyire voltak erősek? Hát nem tudom, amivel le tudtok ide győzni és be tudtok engem ide zárni, ezért valószínűleg elég erősek voltak. Akkor majd mindjárt hozok szettet, de hamarosan indulunk. Jól van, oké, és na, menjünk gyerek is, menjünk. De nagyon sok ideje sétálunk. Jó, nyugi, biztos, ott teszünk. Biztos, hogy jó az a GPS. Igen, biztos, hogy jó, elvileg erre kell menni. Elvileg valahol itt kell lennie a bejáratnak ennek a nagy cuccba, vagy nem tudom, hogy mi ez amúgy itt egyáltalán. Aha. Jó, van, megvan! Jaj, ez full pókháló, szóval de biztosban nem megyek. Egy kicsikét ijesztő amúgy a hely, ja. Nem tudom, hogy ide bemerjünk menni? Itt van elvileg bent az X. Menjünk, mondjuk, de hát melyiket csak ilyen hajléktalanok. Jaj. Nem lehet, hogy ennek a tetején van. Többet kerestek itt. Hát, mit keresünk? Nyugi, bro! Nyugi! Semmi, a telefonunkat ellopták. Igen, ellopták a telefonunkat, és csak jöttünk visszerezni. Most a területedről? Milyen terület? Eljöttek el most az utat.
De nyugi már. Figyelj, nem... Mi a baj, de ez nem egy ilyen barátságos hely, ahol csak úgy menengedtek. Neked is van jogod itt lenni, meg nekünk is, érted? Hát, na. Neked nincs itt jogod. Miért ne lenne? Na, nyugi már! Mi van te korcs, te gülöszöbő? Korcs? Mit mondtál? Várja, nem hallom, de megyek te gülöszöbő. Mit tudsz? Én ezt nem mondtam volna helyedbe! Na, ja. Oké, meg vagyunk oldva, hol a telefon? Nem tudom, elvileg valahogy kell lennie, jól na, van, szép volt kis. Na, sziasztok, én most felvelék idegelve, szóval adjátok ide most azonnal azt a telefont. Jó, nyugalom már kis, nyugi. Elvileg itt van az X, figyelj. Azt mondja, hogy korcs, érted, Dani, ez nem jó, vissza. Nyugalom már, na. Nyugalom, nem kell... nyugalom. De nyugalom, nem kell túl reagálni semmit. Oké, hogy gonosz volt, be akart tölni még minden, de most nincsen semmi probléma, jó? Meg ő sincsen már. Jól van, na. Halló! Halló! Elvileg ez a ház! Ez a ház kis! Halló! Halló! Nem segíthetek! Halló! Igazából csak egy dolog történt, ami így eléggé nagy gond. Ellopták a telefonunkat. Igen, ellopták a telefonunkat, és esetleg nincsen magánál véletlen, mert elvileg nem mutat a koordináta. Egy MC-ban. Nem, nincsen. Én még annál a fekete srácnál láttam. Nincs. És... Hát mi az, hogy nálunk nincs? Hát nálunk nincs, hát tőlem ellopták. Hát igen. Szóval, ja. Biztos nem tud semmit? Nincsen. De tudjuk, hogy itt van magánál, most ezt nem kell itt már megjátszani. Hát amúgy igen, ide mutat a koordináta, szóval biztos, hogy magánál van. Ha most előmutatja a telefont, akkor nem csinálunk semmit? Ja, akkor nem lesz problémája. Mondjuk 3 napig osztán vettem a bacúzva, de ja, nem lesz problémája. De nem miatta, nem? Hát jó, nem miatta. Hát miattad? Miattad? Nem tudom, hogy miatta vagy nem miatta, fogalmam sincsen. Nem miattam volt. Jó. Okay. Na, oké, akkor kérem vissza a telefonomat? Na, magánál van vagy sem? De ne hazudozzon már, tudjuk, hogy itt van. Vissza mondja, hogy nincs nálam. Magánál van. Aha. Jó van, bevallom, ezt a gyerekeim írtattam. Elnézést. Ezt hogy érted, vagy mi? De mi? Ez sajnos... Eléggé rossz körülmény között éltem, és a gyerekeink sem tudtam semmi se csinálni. Ezért ellopott egy telefon? Hát igen, most ezt nem teljesen értem, vagy nem tudom. De most nem tudtam mivel játszani. Tessék? Most elloptad vagy sem? Igen, én voltam. Na, ezt akartuk megtudni, akkor kérem vissza a telefonomat, vagy valami? Hát jaj, na minimum. Na, köszönöm szépen. Gyengé lényítés. Bármit feljelentjük a rendőrségem, vagy sem. Végül azt mondta, hogy a családjáért. Jaj, nem tudom. Szerintem most azért ne bántsuk már szegényt. Hát ne, így is rossz körülmények között élnek. Ja. Figyeljen, adunk egy csomó kaját, nem tudom, hogy rászorulnak-e, vagy bármi. Nagyon szépen köszönöm. Igazából szerintem, ja. Kap egy kéznápis. Ja, kis ad oda neki azokat. Amúgy a gyémáncetet add már oda neki, neked van egy full gyémáncetted. Kettő. Jó, akkor egyet adj már nekik, hogyha kettő van. Jó, oké. Na, legyünk már kedvesek. Aztán legközelebb inkább ne lopjon, hanem valami igen. Nem. Igen, lopni csúnya dolog, és lopni nem szabad, srácok, ezt így is tanuljátok meg. Inkább kérjétek, mert szerintem még azzal, hogy értelmesebb, tehát, hogy lopni nem szabad. Jó, van, hát... meg aztán, ha nem, akkor lopjátok, értem mi. Igen, persze, nem úgy, mint kis, ahogy általában húsokkal szokta csinálni. Én mindig ellopja a húsokat, persze. Na jó, van, közi szépen, viszlát, vagy nem közi, viszlát. De mindegy, viszlát. Jó van, amúgy nem... Hát jó, na! Mindegy, a lényeg legalább segítettünk neki. Nem? Tessék? A lényeg legalább segítettünk neki. Hát valamennyit biztos, de ennyit forgott az ajtó, szóval legközelebb hozhatunk olaját. Na mindegy, srácok, az a lényeg, hogy segítettünk igazából neki, és hát kiderült, hogy mi történt és mi van. Szóval, ja, köszi, hogy itt voltok velünk ebben a videóban. Hogy tetszett, dobjatok egy hatalmas nagy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, minden, és írjatok le a kommentbe, hogy tetszett, stb. És hát srácok, találkozunk legközelebb. Én Dani voltam, ő pedig kis. Sziasztok! Sziasztok!